Új helységgel, illetve helységekkel bővül a zeneiskola. Ennek a részleteiről mit tudhatunk? Nagy örömmel fogadtuk azt a pozitív hozzáállást, amelyet Mezőtúrváros önkormányzata tanúsított felénk, hiszen amikor kiderült, hogy az orvosi rendelők, illetve a védőnői szolgálat, iskolaorvos ki fog költözni az épületből a szép új egészségházba, akkor eljátszottunk a gondolattal, hogy itt az üresen maradt épülettel vajon mi lesz, és a megkeresésünkre nagyon pozitívan állt hozzánk az önkormányzat, a polgármester úr és az egész képviselőtestület, és végül is úgy döntöttek, hogy ezt az épületet, itt a Damjanics út 48 szám alatti épületet visszaadják nekünk, ugyanis 2004 és 7 között mi használtuk az épületet, csak utána változások miatt visszavették ezt tőlünk, de most újra belakhatjuk. És az intézmény ellátó KFT időt és fáradtságot nem kímélve itt nagy komoly munkákat végeznek, a dolgozóik nagyon komoly munkát végeznek, és bízunk benne, hogy október végére valóban minden munka elkészül. Úgy terveztük, hogy nem csak végül is a kezdő, a legfontosabb az volt, hogy egy új tánctermet kialakíthassunk, hiszen a balett és társas tánc most már olyan magas óraszámokkal dolgozik, hogy egy táncteremben nem fértek meg ezek az órák, és mindig külső helyszínt kellett igénybe venni, ami nem felelt meg az elvárásoknak és a körülményeknek, elvárható körülményeknek, és így most lehetőség lesz egy parkettás tánctermet kialakítani a társas táncosoknak. Itt, ahol most állunk, ez egy második szolfés terem az iskolában. Ez azért is nagyon fontos, mert a gyerekek nagyon foglaltak, és egyre később tudjuk elkezdeni a csoportos órákat, és így párhuzamosan tarthatjuk kolléganőmmel a szolfés órákat két helyszínen. Emellett milyen helységek kerülnek még kialakításra? Mellettünk van egy zongoraterem, a másik oldalon egy fúvós terem. A legelején, a folyosó legelején a Szivárvány Népzenei Egyesület vette birtokba azt a nagyobb termet, ahová az egész egyesület valamennyi együttese, és természetesen a Művészeti Iskola citera tanszaka is beköltözött, és nagyon szépen berendezték maguknak, nagyon szépen elkészült az új helyük. És természetesen ezen kívül még a társastánc terem mellé egy tanulói öltöző, egy ruhatár, amire nagyon nagy szükség volt, egy szolgálati férőhely, ami tanári öltözőként is funkcionálhat, és ide szeretnénk átköltöztetni a két méltatlan körülmények között lévő irodát, amiben jelenleg dolgozunk, hiszen ott nincs természetes világítás, nincs ablak, nincs szellőztetési lehetőség. Úgy gondolom, hogy ebben az épületben méltó helyet találhat az iskolatitkárnak az irodája, illetve a tagintézményvezető irodája is. És a másik épületben, a két iroda helyén pedig kottatárat, illetve irattárat tudunk kialakítani, a jelenlegi irodámban pedig egy kis gyakorlóhelyet olyan gyerekek számára, akiknek otthon nincs hangszerük és nincs gyakorlási lehetőségük. Úgyhogy mindenképpen egy pozitív dolog történt most az iskola életében, bővülünk. Nem bővült semmilyen tanszakkínálat, semmi egyéb, hanem egyszerűen méltó helyet talált magának minden, illetve helyet fog találni magának minden. És ezért még egyszer köszönet Mezőtúrváros önkormányzatának.